Úgy van, hogy itt a filmben az egyik Először megcsináljuk, ami mindenki rajta van. Köszönöm szépen!
Thank you.
sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a mai napon megjelent egyesvált választott tanulóra és minden kedvesre. A házasság ősidők óta két ember egymás iránt érzett szeretetének legszebb fejezője. Önök megjelentek előttel, Miskolc megyei jogúváros polgármester hivatalának anyakönyvvezető jelöl azzal a szándékkal, hogy egymással házasságot viselnek. Házassági szándékukat a törvényben előírt módon bejelentek. A személyesen egy nyilatkozatok és a bemutatott okiratok alapján megállapítottak, hogy házasságkötésüknek törvényes akadálya volt. A házasság megkötéséhez és érvényességéhez az szükséges, hogy előttem és napvégkerül az általam feltett kérdésre hallható, határozott igennel választójának. Ehhez az ünnepélyes pillanathoz megkérek mindenki a szívességet találni. Felköszönöm ezt a szívességet. Kijelenti ezt Molnár Alexandra, hogy az itt jelenlévő Kulcsár Istvánnal házasságot kötik. Köszönöm szépen. Kijelenti ezt Kulcsár István, hogy az itt jelenlévő Molnár Alexandrával házasságot kötik. Igen. Egybehangzó igen, kijelentésük alapján megállapítom, hogy Kulcsár István és Kulcsár Alexandra Magyarország polgárjogi törvénykönyvében termélve ettől pillanattól kezdve házastársra. Átadták jegyűjüket, gyűrűt, mely évszázadok óta a hitvesi gyűrűséggel hittem. A gyűrű mindig a párhoz élő, egyedi és utánozhatatlan, mint maga a kapcsolat, amely két egymásra bízó, egymás társulához köszöntsék egymást az első hitvesi csókkal, most már a férj és thank you.
bízom benne, hogy ez a nap az egyik legszebb családunknak. Hiszen most akkor nem csak egy pár, egy házas pár, egy család. Kívánom, hogy egész életükben szeressék egymást, társaikat legyenek jóban, rosszban. A házasságban többi már nem önmagáért él az ember, hanem egy másik. És egy jó házasságban még inkább a másikért. A boldog házasság alapja a kölcsönös szeretet, a megértés és a megbecsülés. Hiszen a szeretet az, ami érteti az ember, elszállítja az esetleges könnyeket, elsülítja a konfliktusokat, erősség, bátorra teszi a kapcsolatot. Ha együtt lesznek, jöhet bármilyen nehézség, bármilyen akadály életükben, nem fognak félni, mert együtt minden könnyebben tudunk. Kedves házas pár, a mai nappal életüket korábbi szakasztam a kezel. Egyszer, sok mekkora felelősek lettek egymásra. Ezt az igen szóval kijelentem. Tiszta szívemből kívánom, hogy vigyenek a most működött házasság erejében. Házasság kötésük, bárcsak alulra legszebb bátyaikat, reményeket. Teljesüljön minden kívánság, amit a mai napon elterveztem. Hiszen az élet egyszerű és megismételhetetlen. Ebben az egyben kell nagyon nagy boldognak lenni. Engedjék meg, hogy egy idézettel búcsúzzam. Az életet véges végig együtt kell élni. Úgy várjuk el, mint él a jó és mint él a férj. Jót és rosszat megosztani, kacagni és sírni, a szerelem egy dalt, melyet együtt kell tanulni. Házasság kötési alkalmat, ahol engedjük meg, hogy elsődjünk a felületeket, és nagyon boldog, hosszabb, házas életet kívánok, sok boldogságot. Vendégeket, hogy pár egyet idén,
gratuláljuk az ifjú házaspárnak. Nagyon sok boldogságot kívánok. Köszönöm.
Te hívtál? Hívtál engem? Még nem lehet elmélyre. Látok, hogy jól megvan. Hol van a